Gyakorlatilag megduplázódott az egyházi iskolák száma az elmúlt öt évben, az arányuk pedig jelentősen nőni fog, ha, ahogy tervezik, állami gimnáziumokat zárnak majd be. Amellett, hogy az alapítványi iskolák is küzdködnek. A juttatások, kedvezmények, az egyházi iskolák egyre versenyképesebbek lesznek, az államiak egyre versenyképtelenabbek. Amivel idővel nyilván elindul a jó képességű gyerekek átáramlása az egyházi irányba. Ez a prognosztizálható jövő vagy inkább a jelen. Jömöre Máté a részletekkel. Jelentősen előre törtek az egyházi iskolák az államiak rovására. Míg 2005-ben több mint 9000 állami intézmény volt, addig ez a szám 2013-ra 8500 alá csökkent. Az egyházi fenntartású intézmények száma ezzel szemben majdnem háromszorosára növekedett. Leginkább 2010 óta érezhető a tendencia. Az alapítvány iskolák száma is emelkedett 2005-höz képest, igaz, 2010 előtt még több mint 700 ilyen volt. A tendenciákat jól mutatja, hogy hányan tanulnak a különböző fenntartású iskolákban. Államiban több mint 200 ezerrel kevesebben 2005-höz képest, miközben egyházi fenntartású iskolában kétszer annyian. Az alapítványi iskolákban tanulók létszáma pedig 51-ről 48 ezerre csökkent. A kormány az idei költségvetésben a korábbi összeg 75%-ára készült lefaragni az alapítványiskolák támogatását, ám végül egy utolsó pillanatban végrehajtott módosítással meghagyta a pénzüket. Miközben az egyházi iskolák lett támogatáshoz jutnak például hitoktatásra. De nem csak ebben kivételezett a helyzetük. Jó néhány olyan előírásnak sem kell megfelelniük, amelyek a többi iskola számára kötelezőek. Így például nem kell követniük a Klebersberg intézmény fenntartó etikai kódexének előírásait, és tankönyveket is szabadon választhatnak.